Nem csillapodik a Harvey Weinstein körül kialakult szexbotrány. Több magyar színész is megosztotta saját tapasztalatát. Mi is fontosnak tartjuk, hogy beszédtéma legyen a hatalmi pozícióval visszaélő zaklatás, ugyanis ez még mindig tabunak számít. Most dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a kényes témáról. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy betetszett fáradni. Tegnap már elkezdtük ezt a beszélgetést Gyurkó Szilviával, és nagyon fontos területeket érintettünk, sok mindent kimondtunk. Próbáltunk néhány magyar hírességet behívni a mai beszélgetésbe, szerettünk volna egy kerekasztal beszélgetést bonyolítani, gyakorlatilag senki nem vállalta. Mi lehet ennek az oka? Tehát mi az elzárkózás oka? Mi az oka például annak, hogy ennyi év után, évtized után került ez a nyilvánosság elé? Ezzel kapcsolatban a legnagyobb probléma mindig a szégyennek a kialakulása, az a legfőbb gátja annak, hogy az emberek ezt fölvállalják, hogy sajnos az áldozat érzi úgy, hogy szégyelnie kell magát a történtekért. Egyébként így, ha körülnézünk és meghallgatjuk a véleményeket, amik elég vegyesek, majdnem mindig találkozunk azzal is, hogy elkezdik hibáztatni az áldozatot. Tehát megnéztem, épp tegnap elmondtam, hogy a legtöbben az áldozatokat hibáztatják most, tehát arányaiban olyan 60-40%. Igen, hát ez rendkívül szomorú, tehát hogyha ezt a témát megnézzük, ebben éppen ez okozza a tragédiát, amiért aztán a gyerekek is, és később a felnőttek is ezt elhallgatják, hogy még nekik kell szégyelniük magukat, hiszen az emberek valahogy úgy próbálják ezt feloldani, ezt a belső feszültséget, hogy azt mondják, hogy az áldozat tehet róla. Pszichológiai szempontból egyébként azért teszik ezt az emberek, hogy hibáztatják az áldozatot, mert így azt tudják mondani, hogy ha én bizonyos módon nem viselkedem, akkor velem nem történhet meg. Tehát ezért van az, hogy általában rányomjuk ezt a felelősséget az áldozatra. Meg azért is bántják az áldozatokat, hogy miért nem szóltak? Tehát, hogy ha már megtörtént, akkor miért hallgatnak évekig, hát mondjuk az magán az eseményen sajnos nem változtat, igen, de legalább igen. Abból a szempontból lenne jelentősége, hogy az illetővel kapcsolatban kevésbé forduljon elő a jövőben, illetve hogy ő megszabaduljon ettől a tehertől. De tekintve, hogy az áldozat azt érzi, hogy még nagyobb terhet venni a vállára, ha fölvállalja, ennyit már nem bír el. És ezért aztán magába folytja, és különböző test és lelki problémákkal küzd akár egész életében. Nagyon fontos megemlítenünk, hogy nem csak nőkről, hanem férfiakról is kell beszélnünk, mert hogy ők is áldozatul esetnek ezeket. Ők mennyiben élik ezt meg másként? De azért férfiaknál egészen súlyos következményekkel találkoztam én is a munkám során, tehát ott tényleg nagyon gyakori, hogy aztán súlyos depresszió, öngyilkossági kísérletek is követik az ilyen fajta eseményeket, és hát ott az ő esetükben a szégyen az még fokozottabb. Mert hogy férfiként ez egy sokkal meg... Hát a társadalmi megítélése egészen más a Nyári Krisztián is, ugye ő is megosztotta ezt a tapasztalatát, hogy őt is ért hasonló. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy óriási butaság, és tudom, hogy a hiedelem szerint így van, hogy ugye milyen buta az, aki okot ad rá, tehát aki mondjuk kihívó, aki ugye most éppen olvastam egy cikket tegnap, ami azt írja, hogy igenis tehet róla, aki benne volt, aki ilyen módon akart, nem tudom, szerephez jutni, akkor az miért csinált, és az ilyen vagy olyan könnyűnőcske. Azért ne felejtsük már el, hogy nem véletlenül rendelkezünk valamilyen eszköztárral, amikor felnőtt helyzetben is meg akarunk oldani valamit. Az, hogy én mit hiszek el magamról, például az azért rengeteg dologtól függ, hogy milyen helyről jövök, hogy milyen tapasztalatok értek. Én gyermekprostituáltakkal beszéltem régebben még egy kutatás kapcsán jó párral. Miért lett belőlük az, ami? Hát azért, mert olyan helyről jönnek, hogy az égvilágon semmiért nem értékelték őket. Soha egyetlen jó szót nem kaptak, és akármilyen faramúc, az egyetlen, amire visszajelzést kaptak, az a testük volt. Azt tanulták meg, hogy ez az egyetlen fegyverük, egyetlen eszközük, amivel egyáltalán hatni tudnak a másik emberre. Tehát amikor egy ilyen ember mondjuk eljut egy ilyen helyzetbe, hogy valahogy előrébb juthat az életbe, akkor azért használja ezt, mert szegény nem tud mást elhinni magáról, mert nem olyan szülők nevelték, nem olyan környezetben volt, hogy bármit ismerjen hinni saját magáról. Tehát nagyon könnyű erre rádobni, hogy hát választhatott volna másképp is, és igen, miért nem állt föl büszkén, de az illető lehet, hogy nem tudta másképp elképzelni a jövőjét. Tehát sokkal könnyebb megítélni egy ilyen eseményt, mint megérteni közelről, és közelebb menni ezekhez az emberekhez. Én azért vagyok ennyire heves ebben a témában, mert tényleg azt gondolom, hogy annyi tragikus életvezetést néztem már végig, ami emiatt indult el így, hogy aztán ezt a szégyent így felerősítették ezekben az emberekben, és ők úgy magukba szorítva tartották, hogy ez tényleg igazán veszélyes. Ha valakit szexuális zaklatásért mi a teendő, mi az, amit mondjuk tehet
annak érdekében, hogy ez mondjuk benne lelkileg megoldódjon, vagy ez tudja oldani ezt a problémát. Legfontosabb az, hogy legyen egy olyan bizalmas, akivel erről tud beszélni, tehát gyerekek esetében egyértelmű, hogy legjobb esetben a szülők azok, vagy olyan szülőekvivalens, aki ebben segítő lehet, felnőtt korban is adott esetben egy olyan barát. Aztán Magyarországon az, hogy ez milyen jogi útra terelődik, az már tényleg a segítő környezetnek a kérdése, hogy tudják támogatni adott esetben azon az úton az illetőt, hogy végigvigye ezt az ügyet. Vannak emberek, akik ezt nem szeretnék, nem vállalják, nem ez hozza nekik a megkönnyebbülést, hogy most feltétlenül kikerül az emberek körébe ez a hír, hanem inkább az, hogy beszélhessenek a barátaik körében erről úgy, hogy valahogy földolgozzák a történteket, hogy ne rájuk kerüljön a szégyen. Egyébként ez az aklatás, ezt tegnap is boncolgattuk Gyurkó Szilviával, hogy ez egy hatalmi kérdés? Hát adott esetben... A hatalommal való visszaélés, tehát azt jelzem, hogy ezt megtehetem, ezt a dolgot? Olyan értelemben mindenképpen, hogy ez a dominancia megvan, valahol életkori szempontból, erő szempontjából, pozíció szempontjából, de igen, az áldozatok általában gyengébbnek tűnnek ebben a helyzetben. Abszolút. A gyors utolsó kérdés, aki elkövet egy ilyen helyzetet, például Harvey Weinstein esetében is, nyilván megtette egyszer, akkor sikerre járt, ez neki egy zöld lámpát adott, hogy akkor oké, ha egyszer sikerült, akkor megcsinálhatom még egyszer? Jellemzően ezek az emberek azért nagyon komoly szorongásokkal rendelkeznek önmagukat illetően. Igazság szerint ők is keresik azt az eszközt, ahogy megélhetik magukat dominánsnak, menőnek, erősnek, és tulajdonképpen az ő esetében is arról van szó, hogy kizárólag a pozíció kapcsán megélt egy olyat, hogy olyan helyzetekhez juthat, amihez egyébként nem juthatott volna, és tulajdonképpen erre rászokott valószínűleg. Hát nyilván nem ismerem, tehát ez csak egy feltételezés. Így a tegnapi meg a mai beszélgetés kapcsán azt gondolom, hogy érdemes lenne erről sokat beszélgetni, mert mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok ilyen ügy van, amiről eddig nem beszéltünk, de mindenképpen érdemes rá felületet biztosítani. Köszönjük szépen.